érezhető is az energetikai korszerűsítés előnye, ugyanis tényleg melegebb is az iskola. Ezt a székesfehérvári tankerület igazgatója mondta szerdán a beruházás kapcsán szervezett bejáráson. Török Szabolcs hangsúlyozta, nagy szükség volt az épület energetikai korszerűsítésére. Korábban már a szülők is jelezték, hogy a nyílászárok cserére szorulnak. Az önkormányzaton keresztül egy uniós pályázatnak köszönhetően most megvalósult az iskola felújításának harmadik üteme. Megtörtént a fűtés korszerűsítés, de az épület kívülről is jelentős átalakuláson esett. Ez egy teljes körű energetikai felújítás volt. Gyakorlatilag a lábazati homlokzatszigetelés, tetőszigetelés és mindenek végére pedig még egy teljes napelemrendszer is beszerelésre megtörtént. Az eseményen részt vett Mészáros Attila alpolgármester is, aki elmondta, az iskolában történt beruházás egyike egy 18 intézmény felújítását jelentő programnak. Egy bruttó 1,5 milliárd forint keretösszegű felújítási program indult el 1,5 évvel ezelőtt, amelynek része volt az, hogy több mint 15 intézményben napelemet helyeztünk el, ebben iskolák és óvodák szerepeltek, és része volt 3 nagyobb iskola felújítás is. A Sziget utcai Átásiskola, illetve a Táncsis Átásiskola már korábban elkészült, most pedig a napokban Munkácsi Mihály Átásiskola is elkészült. Bruttó 350 millió forint értékben történt meg a felújítás. A korszerűsítés egy éve alatt zavartalanul folyt a tanítás az iskolában, azonban ma már szép és méltó körülmények között tanulhatnak az idejáró diákok.